Jó estét kívánok! Csak hogy mindenki figyeljen, ezt így beszéltük meg előre a kollégáknak, elnézést. Tehát szép jó estét kívánok, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Én Vágai Gergely vagyok, a ma este házigazdája. Ti pedig a 777 offline 2018. szeptemberi rendezvényén foglaltatok helyet, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen hatalmas számban elfogadtátok a meghívásunkat. Óriási öröm nekünk ez, hiszen egy évadnyitó offline-ról beszélgetünk, nem is akármilyen évadot készülünk perceken belül megnyitni. Azt gondolom, hogy bár óriási nevek tiszteltek már meg minket, és igazán zseniális beszélgető társaink voltak az elmúlt másfél évben, lehet, hogy ez lesz a legeslegerősebb évad a 777 történetében, amelyet a ma este folyamán indítunk el. És rögtön szeretném átadni a meghívót mindannyiótoknak az évad második eseményére, amely még ezen a héten megrendezésre kerül. A hetet tegnap úgy harangoztuk be a 777-nél, hogy ez lesz a legizgalmasabb és általunk legjobban várt hete ennek a csapatnak, hiszen óriási fába vágva a fejszénket, erre a hétre két rendezvényt is szerveztünk. Valójában nem csak hosszú hetek, hanem hónapok óta zajlik a háttérmunka, hogy a mai, illetve a pénteki rendezvény rendben megtörténhessen, és hogy egyáltalán létrejöhessen. Pénteken az Erkel Színházba várunk majd nagy-nagy szeretettel mindenkit, ahol a torinói lepelről fogunk beszélgetni majd, a lepel világhírű kutatójával, dr. John Jackson úrral, aki közel 40 évvel ezelőtt elsőként kapott lehetőséget, hogy csapatával együtt tudományos eszközökkel vizsgálja a torinói leplet, amelyet az egyház Krisztus halotti lepleként tart számon. De hogy valóban arról van-e szó, ez a textília valóban ott volt-e Jézus testén, hogy hogyan lehet ezt megélni a hit embereként, és hogyan a tudomány embereként, pláne hogyan egy személyben, erről pénteken fogunk majd beszélgetni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk tehát az Erkel Színházba. Pénteken 19 órakor kezdődik a rendezvény, kapunyítás ott már 17 órakor lesz. Az a rendezvényünk is ingyenes, de az is regisztrációhoz kötött, és nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy időben regisztráljon be, hogyha szeretne eljönni, mert bizony fogyóban a még szabad ülőhelyek az Erkel Színházban. Ez tehát a péntek estéről. Még néhány ilyen szolgálati közleményt engedjetek meg, és utána belevágunk a ma este lényegébe. Valójában már mindannyian láthattátok, mikor megérkeztetek ide a helyszínre, hogy a 777 termékei kaphatók a bejárat mellett. Különböző táskák, pulóverek, kiegészítők, pólók, ezek adományként értelmezhetők, tehát aki vásárol ezekből a termékekből, az a 777 misszióját támogatja, magának a blog oldalnak a működtetését és ehhez hasonló rendezvények megszervezését. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket itt ilyen ajánlott fogyasztói árakban. Érdemes gondolkodni, aki éppen annyit nem tud adni egy termékért, ami oda van írva, ne érezze magát zavarban, nyugodtan kérjen a termékből, aki egy kicsit többet tud érte adni, hát ezt csak köszönjük szépen. Ezen kívül az önkénteseink adománydobozzal járják majd a kiárat környékét, tehát akár a szünetben, akár az előadás a rendezvény végén lesz lehetőség arra, hogy akár legkisebb összegekkel is támogassátok a 777 misszióját, és ezt előre is nagyon szépen és őszintén köszönjük. Ahogy nagyon szépen köszönjük a zoknikat is, a mai estére zokni gyűjtést hirdettünk meg, mégpedig a Csak Egyet szolgálat közreműködésével. Ugye azt kértük, hogyha van lehetőségetek, hozzatok magatokkal egy-két vagy sok pár zoknit, amit a hajléktalan testvérek között kioszthat a Csak Egyet szolgálat. Már nekem is volt, aki a kezembe nyomta ezt érkezéskor, akinél még esetleg lapul zokni, vagy úgy érzi, hogy nagyon tiszta még az, ami rajta van, és odaadná annak, akinek egy sincs, hát azt megköszönjük szépen. A szünetben már itt fönt fogják majd Kunszabó SZT-ék átvenni az adományokat. És vannak könyvek is, amelyek már egészen szorosan kapcsolódnak a ma este vendégéhez. Lackfi János kötetei szintén megtalálhatóak rögtön a főbejárat mellett. Gergő atya fennhangon hirdeti egyrészt azt, hogy Krisztus megváltott minket, másrészt pedig azt, hogy hol kaphatók a könyvek. Úgyhogy keressétek Gergő atyát, magas, jó kiállású fiatalember, tehát nem lehet eltéveszteni. És ráadásul ő az egyetlen szerintem, aki ma reverenda van, plusz egy olyan feliratú pulóver, hogy a hét hit nem magánügy, és jól tudja néha álcázni magát. Nem mondom.
Hölgyeim és uraim, akkor most, hogy megvolt már az alapozás a hangulatban, és köszönjük Gergő atyának a rollapot is, egy tapsot szerintem mindenképpen megérdemel. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom a ma este vendégét, a 2018. szeptemberi offline sztárját, Lackfi Jánost, Prima Primissima díjas és József Attila díjas költő, író, műfordítót. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és már is célzol arra, hogy mit felejtettem el a rendezvény elején, úgyhogy én addig próbálom egy kicsit húzni, amíg kitöltődik az ásványvíz, a reklám megvolt. Kedves János, talán a rajongóid tudják, a családod mindenképp, de szerintem igazából kevesen, hogy nem is olyan sokon múlik az, vagy múlt az, hogy én itt ma este nem egy Lackfi Jánossal beszélgetek. Te jó ég. Most nem egészen értem, hogy mire gondolsz. Hogy ez lett a nevem? Ó, köszönöm szépen. Igen, most hirtelen meghasadt a tudatom. Valóban ez egy irodalmi álnévnek indult ez a történet, mert hogy én egy irodalmilag halmozottan hátrányos, vagy halmozottan előnyös, attól függ, merről nézzük, családba születtem. Édesapám Oláh János, József Attila díjas író, költő, műfordító, szerkesztő, édesanyám Mezei Katalin, Kossuth díjas író, költő, műfordító, szerkesztő, kiadóvezető. Tehát ez egy ilyen, ezt egyébként azért ez az író, költő, műfordító, ez azért volt így egybe a családban, ennek volt egy ilyen kis anekdotikus háttere, hogy még a létező szocializmus idején megállították a Warburgunkat, megállította a rendőr, és akkor még rendes gyomorgörcs volt, mert az egy egyszeri állampolgárnak mindig volt, vagy a közektől függött, hogy mármint a közeg úrtól, elvtárstól, hogy van-e valami a füle mögött. Úgyhogy be voltunk tojva rendesen, megállított bennünket a rendőr, és elkérte apámtól a személyét. Most már ez a kis kártya személyi van, de talán a régebbi generációk emlékeznek arra, amikor egy ilyen kis könyvecske volt a személy, és mindenféle izgalmas olvasnivaló. Rengeteget olvastak akkoriban a rendőrök. És akkor ezt a kis bordó könyvecskét így kinyitotta ez a rendőr, és vizsgáztatni kezdte apámat az adataiból. Ez nagyon hasznos, mert ugye, hogyha nem tudja az adatait, akkor ő nem az, aki, vagy nem tudom. Tehát, hogy valami filozófia állhatott ennek a hátterében, mindegy. És megkérdez szakmája, és hát apám ugye kicsit szégyenlős volt emiatt, hogy ilyen hát furcsa szakmája van, és mondta, hogy hát olyan íróféle, nem? Íróköltőműfordító. Ez egybe, tehát ami oda le volt írva, az egybe, tehát hogy nem beszélünk mellé. És akkor ez így a családban, ez így egybe ragadt. És aztán, hát így lettem én író, költő, műfordító, és ez a Lackfi név, ez pedig onnan eredeztethető, hogy hát az irodalomban nem úgy megy, mint más szakmában, tehát mondjuk a baseball játékos vagyok, akkor lehettem volna Oláh János Junior, vagy amerikai elnökként Oláh W. János, vagy nem tudom, vagy... Van, ahol az Oláh János, ifjabb Oláh János és népi zenekara, ugye ez is egy működtethető brand, de az irodalom az nem ilyen volt, és ott általában illik a fiatalabbnak kitérni az idősebb útjába, ha egy életművet az illető lepakolt az asztalra, ahogy ezt édesapám tette, és akkor választottam egy címerkönyvből ezt a kacifántos Lackfi nevet, ami 12. századi nemesi név, valami német lovagok kaptak domíniumot ezen a néven. Hát ma már kicsit kevésbé arisztokratikusat választanék, de ma már nincs választásom. És már egyébként anyakönyvileg is mindenki Lackfi lett a családban, mert elegem lett a tudathasadásból, hogy egyrészt, hogy a gyerekeknek nem az az apja, aki az apja. Ez is egy olyan fura helyzet volt. A másik pedig, hogy rengeteg hamis meghatalmazást írtam önmagam nevére, mint önmagammal egy háztartásban élő unokatestvérem, hogy felvehessem a saját honoráriumaimat a postán. Ezek ott alszanak, remélem, hogy már elévültek a postákon, és már valószínűleg elévültek, mert 2007 óta ez a nevünk, úgyhogy kedves kérdésedre válaszol, ezt tudom mentségemre felhozni. Azért annak örülök, hogy önmagaddal egy háztartásban. Igen, ez kibírjuk. Néha rezeg a léc, de akkor elmegyek otthonról. Valamelyikünk elmegy.
Fogunk még azokról a kapcsolataidról beszélgetni, akikkel egyháztartásba kötött téged a Jóisten. Most maradjunk még az irodalomnál. Egy ilyen könnyedebb felvezetés után egy komolyabbat szeretnék kérdezni tőled, mégpedig az, hogy mi az irodalmi arszpoetikád? Wow. Igen. Hát az irodalmi arszpoetikám az többek között az, hogy ilyen nagyon egyszerűen próbál megfogalmazni, hogy az irodalom az nem feltétlenül kínszenvedés. Tehát, hogy ez, hogyha az ember végigmegy ezen a közoktatásnak nevezett darálón, akkor ez nem biztos, hogy nyilvánvalóvá válik a számára. Tehát, hogy nem attól irodalom valami, hogy nehéz befogadni, nem is föltétlen attól, hogy könnyű befogadni. Tehát, hogy az irodalomban öröm lelhető fel, az nekem egy nagyon fontos, hogy mondjam, ilyen arszpoétikám lehet, akkor is, hogyha nem mindig örömteli dolgokról szól. Mondok egy nagyon, szívemnek nagyon kedves példát, Julio Cortázart nagyon szeretem, egy nagyszerű argentin író, költő, és ő mondta, hogy igazából ha azt mondjuk, hogy az élet szomorú, akkor úgy elkámpicsorodunk. Ez egy olyan bölcsesség, amit úgy ismerünk mindannyian, és tényleg hát időnként szomorú az élet. Rendszerint bejön ez a motívum, de hogyha azt mondjuk, hogy az élet olyan, mint egy fejhagyma, miközben pucolom, könnyezek, akkor ugyanez a szomorúság fogalmazódik meg, de a megfogalmazásnak az újjongása is benne van, hogy valahogy sikerült elcsípni a farkánál ezt a történetet, hogy hoppá, valamit megfogalmaztam belőle. Tehát ugye a megfogalmazásnak az újjongása, tehát nem arról beszélek, hogy mindenképpen ilyen shiny, happy irodalmat kell művelni, szeretem a vidámságot, szeretem a vicceket, stb. De írtam legalább annyi szomorút, mint amennyi vicceset, de hogy a maga az irodalom élvezete az egy örömforrás lehet, az nekem fontos. Tehát, hogy nem azért olvasunk irodalmat, mert nekünk ez kell, mert a kis népnek meg kell maradni, és a kultúra az, ami is kötelező. Szóval, hogy ezeket az ilyen kicsit aranyosan fasz... Hogy nem így fogad, nem, ez sem működik. Ugye? Ez működik. Már mind a kettő működik. Jó, elnézést, Szálasi elvtársa, nem úgy gondoltam, hogy hogy azért kitartás, meg éberség, de nem annyira. Na mindegy. Szóval, tehát, hogy az irodalom nem egy kínos kötelesség, hanem élvezet. Tehát ez olyan, mint hogy akkor is filmet fogsz nézni, ha nem akarsz. Nem, azért nézem a filmet, mert szeretném megnézni. És hogy az irodalom is legyen egy ilyen szeretném megnézni dolog, ez nekem nagy filozófián, vagy hát hajsz filozófia. Nekem nagy szerencsém volt, a mai napig hálával gondolok mindazokra, akik mondjuk a középiskolában, vagy akár még az általános iskolában irodalmat oktattak nekem, de azért a nevetésből úgy hallom, hogy jó néhányan felismertek korábbi tanárokat, ugye ebből a szigorú, strikt rendszerből. Viszont ahogy mondod, azon gondolkodom, hogy talán leszámolhatunk azzal a nézettel, cáfolj vagy erősíts meg kérlek, hogy például egy Tolsztoj, a terjedelme, a feldolgozott témák, stb. Miatt többet ér, mint egy 5 perces, vagy egy 1 perces, hogy még jobban sarkítsam a példát. Nehéz az, hogy mi minél ér többet, tehát ezek azért elég nehéz műfajok, hogy nem tudom én, finomabb be a somlói galuska, mint a Rákóczi túrós, ezt most nem vállalkoznék az eldöntésére. Az egyik ilyen, a másik olyan, az egyikből ennyit érdemes lenni, a másikból annyit. Az biztos, hogy az instant kor nem kedvez a hosszú műfajoknak, pedig azért a hosszú műfajoknak természetesen megvan a maga hasonlíthatatlan gyönyörűsége. Ha viszont a jó oldaláról nézzük, akkor valószínűleg soha nem olvastak annyi verset, mint manapság, mert az egy Facebook kompatibilis, sőt, akár Instagram kompatibilis történet, mert annyi, amennyi egyszerre belefér a keretbe. És ez így van kitalálva, nem is véletlen, hogy ez egy ilyen műfaj, mert mondjuk jött egy esőcsináló énekből, vagy egy munkadalból, nyilván egy munkadal az nem lehetett 423.252 versszak, mert hogy akik dolgozgattak, azok úgy egy kicsit, nem is föltétlen volt olyan memóriájuk, meg nem is arra kellett már figyelni, hogy most hanyadik versszakba járunk. Azt megcsinálta a Tinódi Sebestyén, megjött, akkor betolták a sarokba, és akkor ő lenyomta a 400 versszakot. Tehát az eposznak volt ez a funkciója, vagy ahogy a Homérosz is, ugye nem tudott írni például Homérosz, ezt tudjuk, nem sokat tudunk róla, de ezt tudjuk, tudott viszont gitározni, tehát hogy ő egy ilyen gitársztár volt, és akkor háttérzenészként elmesélte az egész Odüsszeiát, kifizették, ment tovább, és máshol is elmesélte.
Na mindig, szóval ez egy ilyen komplex dolog volt az irodalom, és hát persze mondjuk, vagy olyan kérdés, ez műfaj kérdés, mint van az epitáfiumnak, a sírfeliratnak a műfaja. Szegény Vörös Marti élete vége felé azzal kereste a kenyerét, hogy ilyen híres emberekről mindenféle, hát kicsit ilyen megszépítő epitáfiumokat írogatott, tehát hogy mindenki nagyon nemes és nagyszerű volt, és hát apró pénz, de jól jött akkor. És hát ugye, nyilván egy sírkőnek a mérete adott, tehát oda nem lehetett ráírni a Toldit, tehát Toldi Miklós sírkövére sem lehet ráírni a Toldit. Úgyhogy a méretek tekintetében, tehát nyilván nem föltétlenül ér többet, ami hosszabb, de kevesebbet sem. Elkezdted ismét boncolgatni azt, amit következő kérdésnek szántam. Nagyon élénk online jelenléted van, és talán még élénkebb az online-on belül a közösségi média használatod. Bennem felmerült a kérdés, hogy ez valamiféle, ne haragudj érte, marketingeszköz, vagy egyszerűen már kénytelen vagy így tartani a rajongóiddal, az olvasóiddal a kapcsolatot, hogy az valóban élő, vagy legalábbis élénk maradjon, vagy személyesen is jól érzed magad ebben a térben. Lehetséges, hogy a 21. században egy irodalmár már elveszett, hogyha nincsen jelen mondjuk a legnagyobb kék testvér oldalán? Hát, hogy ki veszette, vagy ki nem szeretnék ilyen verdikteket mondani, mert ezt mindenki maga dönti el, semmi nem kötelező. Az nekem egy óriási élmény, én még abszolút offline térben kezdtem az irodalmi működésemet, és az volt a menetrend, hogy megjelenik mondjuk a Mozgóvilágban, vagy az Ésben, amit nagyon figyelnek, megjelenik egy versem, és akkor egy év múlva valakivel összefutok az utcán, és azt mondja, te várjál, volt egy verset, nem az, hanem a másik, vagy azt nem te írtad, de mindegy, de nagyon jó volt. Vagyis akkor ez az egy év, ez volt a rapid randi, tehát hogy amikor gyorsan vissza megfordult a dolognak a híre. És óriási volt például, azt soha nem felejtem, és kötelességet is rót rám, amikor felveszem a telefon, csöng, még vezetékes telefon csörömpöl, és akkor halló, szervusz Jánoskám, te vagy az Határ, Győző vagyok Londonból, nagyon tetszett a versed az E-heti Ésben. Hát teljesen lefagytam, egyrészt mert egy óriási költő, másrészt pedig mert hogy így rögtön jelez, tehát hogy ez nem volt akkor szokásban. És most kiteszek délután egy verset, és mit tudom én, ezt és akkor látom, hogy látták 5000-en, vagy 10000-en, vagy volt olyan vers, amit 360000-en. Ilyen soha büdös életben nem volt az irodalomban. Tehát ilyen tekintetben ez egy óriási lehetőség, de bárki nyugodtan kihagyhatja, tehát semmiféle kényszer nincsen. Csak én szerintem ritka az a költő, aki azért ír, hogy ő elolvassa, és aztán kidobja. Ez egy ilyen nagyon... Volt ilyen egyébként a kínai költők között, nem is tudom, hogy melyik volt az, aki a patakban állva alkotott, és ilyen gyönyörű kaligráfiával, és ha jól sikerült a vers, akkor különös élvezettel hajtogatott belőle csónakot, és engedte le a folyón. Hát ez ilyen nagyon buddhisztikus, és nagyon, tehát ilyen önmagáért való gyönyörűség, és kétség kívül az, hogy jól sikerül, és én örülök neki, az már maga egy élvezet, de általában azért ennél többre szoktak vágyni, tehát hogy valaki másoknak szeretnék beszélni, hogyha irodalmat művelek, és akkor érdemes olyan, nem ördögtől valóak azok az eszközök, amelyek ezt hihetetlen módon meggyorsítják, és hihetetlen módon kitágítják, felnagyítják. Megvan az internetnek is persze a maga veszélye, de én azt szoktam mondani, hogy a Facebook az ilyen virtuális kispad, mindenki kiül a háza elé, mint régen a nénik, hogy na nézd, az a lány bekapta a legyet, a polgármester megint mit lopott, én nem kaptam segélyt, meg mikor jön a postás, és a kávéval, nézd, megdrágult megint a boltban a diánás cukorkat, tehát kiújult az aranyerem, és egyébként is jön a vihar, érzem egy derekamat, tehát tényleg kikerül egy szöveg, és rögtön bekerül egy olyan térbe, ahol emberek kapcsolatot létesítenek vele, és erre való az irodalom, az irodalom kapcsolat, tehát hogy ha már így az politikus ilyen hangzatosokat kell megfogalmazni, nosza. És akkor tényleg elmeséli a gyerekkori élményét, mesél a tanáráról, vagy azt mondja, hogy ez undorító, nem is kéne ilyet írni, és azt is fel kéne négyelni, aki leírta. Tehát, és az is jó, tehát hogyha belekötnek az élő irodalomba, hogy rendszeresen belekötnek, az nagyon jót tesz neki, mert akkor kiderül, hogy él. Most találkoztam egy kedves ismerőssel, szintén Facebookon keresztüli ismerőssel, és azt mondta, hogy elhozta magával a kisfiát, meg a hugának a nagylányát is, és mondta, hogy a fiúnak az volt az első reakciója, ez egy 10 éves kisrác, hogy megyek találkozni a Lac Fiánosra, az még él. És egyre elterjedtebb az a nézet, hogy én még élek. És ennek én hihetetlen módon örülök, mert azt hiszem, hogy tényleg élek.
És szoktam kapni, és a Facebookon beírnak a gyerkőcök, hogy szia, miért írtad azt a versedet? Hát mondom, melyiket? Mert hogy több van tankönyvekben. Hát azt a Balassi, és akkor mondom, hát leírom neki 3 pontban, hogy körülbelül miért. Mondom, majd írd meg, hogy mit szólt a tanítónő. Ja, örült neki, köszi. Tehát, hogy... Vagy Jászberényi kis, ugye voltam már érettségi tétel, 13. érettségi, mágikus érettségi tétel, ez a portás irodalom, és voltam már egy jó néhány tucatszor, hála Jóistennek, ilyen, az egy olyan izgalmas érzés, ilyen 12-eseknek elmondani, hogy sziasztok, én vagyok az érettségi tétel, leadnám magamat, van benne egy ilyen kellemes kis hullaszag, és hát ilyen diszkrét, de nagyon megtisztelő közben. Ott vannak közben a kollégák hátul a falon, és mondják, hogy na mi van, öcsi, ugrász, vagy jössz már, vagy nem. Mert azok ilyen rendes halott kollégák. És szóval ez egy ilyen érdekes műfaj, és akkor a Jászberényi belőlem érettségiző kistány, hogy hogyha ő ezt fogja mondani az érettségi első pont, második pont, harmadik pont, negyedik pont, ötödik pont, akkor az szerintem az jó lesz-e. És mondtam, hogy hivatkozzon rá, hogy szerintem ez ötös így. És szóval, hogy megvan, nyilván megvan ennek a hátulütője, mert viszi az időt, stb., de hihetetlenül elven kapcsolatot ad, és még egyet nem állom meg, hogy el ne meséljen, bocsánat. Volt egy ilyen beírás, hogy írt egy ilyen marcona, igazi bajszos magyar úr, olyan makány magyar úr, olyan idősebb, mondta, hogy most lesz a feleségének, vagy így kezdődött a levele, most lesz a feleségének a 65. születésnapja, és ő engem szánt születésnapi ajándék. Hát mondom, hogy sem lesz, nagyon megtisztelő igazán. Hát, hogy ő eljön értem kocsival, meg jöhetünk akárhányan, és ő levisz minket Vámospércsre, és akkor ottan el vagyunk egy hétvégéig legalább. Hát mondtam, hogy örülök, persze tortából nem kell kimászni fecskében, vagy bármi, tehát hogy azt úgy elengedném, de hogy hát ez így nem annyira így működik, de közben meg marha megtisztelő, mert hát valami olyannak nézik az irodalmat, aminek így haszna vehető, meg kibérelhető, elvihető, hónom alá foghat. És mondtam, hogy én elsősorban költő vagyok, nagyon szívesen küldök dedikált kötet. Az nem ugyanaz. Az élő költő egész más. Hát mondom, én is így gondolom, de hát ízés. És azt mondja, vigyázzak, mert ő, amit elgondol, azt általában véghez szokta vinni. És volt egy olyan álmom, hogy jön értem ez a pasas, és van neki egy olyan kocsi, mint amivel a kutyákat szoktak szállítani, ilyen rácsos, így összekötöz, bedob, és visz le engem Vámospércsre, nincs mese, mert annak meg kell lennie, ő kitalálta, akkor meg kell lennie. És akkor nem mindegy. De kértek fel már egyébként Vőfénynek, ami részben megtisztelő, részben egy kicsit talán kritikája is annak, amit művelek. Tehát ilyen kétes dicsőség. Meg volt olyan, több olyan kérés is volt, ez nagyon kedves, hogy két fiatalok mondták, hogy hát ők nem annyira ilyen vallásosak, meg minden, de a magyar kultúrát nagyon szeretik. Mi lenne, hogyha egy patak partján én összeadnám őket, mint a féle ceremónia mester. Mondtam, hogy hát ez tényleg iszonyú kedves, és szívesen küldök egy olyan szöveget, amit felolvashatnak ez alkalommal, de hogy ilyen papi babérokra egyelőre nem pályázom. Én leakadtam a Vámospércsi bácsi sztoriánál. Az kemény volt, tehát. És azon gondolkoztam, hogy fogjunk meg mindent a pozitív oldaláról, azért az, hogy valaki 65 évesen egy komplett hétvégére, ugye? Még mindig bírja. Abszolút. Azt mondta, hogy bárhányan jöhetünk, tehát lehet, hogy az egész termet levihetném itt. Szép. A házassági hűségről a második felében szerettem volna az estének beszélni, de lehet, hogy majd előre hozzuk a témát. Ez felveti azt a kérdést is. Igen, 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 igen. Viszont azt már meg is válaszoltad, hogy honnan ez a játékosság. Tehát, hogy szerettem volna erről beszélni, hogy én nekem az a személyes benyomásom, hogy a műveidben egyszerre vagy nagyon-nagyon komoly, hiszen például egy olyan témát dolgozol fel, miközben abban a versben, amit olvasok, játszani hívsz. Lehet, hogy egy irtómely társadalmi problémáról olvasok, de megvannak azok a sorok vagy kiszólások, amik nagyon-nagyon játékosak. Hát a humorérzékedről most már kaptunk tanúbizonyságot, de hogyan kell elképzelnünk, amikor ezek a művek megszületnek? Van egy ilyen idillisztikus kép, hogy Lackfi János ül a verandán, elő a jegyzettömb, és arra gondol, hogy mi az alkotás folyamata?
Hát az alkotás folyamata, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan átlagos, normális emberi tevékenységnek kell elképzelni, mert mindig van egy ilyen homályos, romantikus babona, hogy akkor ül a köttös, belecsap az ihellet, és akkor habzik a szája, fetreng epileptikus görcsben, és tele ihelli a papírt, és abból lesz a memoriter. Tehát, hogy ez egy olyan, tényleg egy olyan normális, átlagos emberi tevékenység, és van... Tehát azt sem mondom, hogy nem lenne az úgynevezett ihlet, vagy nevezzük ötletnek. Tehát, hogy akarok csinálni egy sufnit a hétvégi telkemen, van egy csomó használt anyagom, és nem tudom, hogy hogyan lássak neki. Aztán egyszerre csak tudom, hogy hogyan lássak neki. Vagyis történt egy minőségi ugrás, valahogy elrendeződött az anyag a fejemben, és ez a mágikus pillanat, megálmodom, hogy hogyan legyen, vagy nem is tudom. Ez valóban megvan a költészetnél is, sőt, lehet transzban írni, tehát olyan is van, hogy tényleg úgy jön, mint egy ilyen biológiai késztetés ellenállhatatlan erővel, és ki kell jönnie. Nem biztos, hogy az sokkal jobb lesz, vagy akár bármilyen fokon jó lesz föltétlenül, ami így születik, tehát ez a transz tevékenység. Tehát az, hogy nekem jól esik, az egy dolog, de van, hogy valamit úgy hozok létre, hogy egy kicsit nyögvenyelősen, kicsit szenvedősen, sőt, általában az van, hogy rengeteg szöszölés van vele, ezt nem nagyon szokták szeretni az ifjú titánok, jönnek be az irodalomba, én leszek az új, az énekes fazul, mindenki az én dreameimre lazul, És akkor mondom, hogy jó, nyugi, beleteszed 10-15 évet, mindjárt kiderül, tehetséges vagy-e, szépen lecsillapszunk, kijavítjuk a ragókat. A ragozás nem érdekel, nem az a szótag számot, le van tojva. Szóval én mondom, jó, le van tojva, de előtte tanuljuk meg, utána toljuk le. Tehát, hogy mindent a maga szép, tehát, hogy ez igazából tényleg egy szöszölgetős. Tehát pont nemrég írt a Garaci László kolléga, hogy aki szeretne otthon maradni sokat, az legyen író. Mert az tényleg az, ha nem ül a fenekén, megint eszembe tudni, egy Móricz anekdota, leányfalui strandon ment ki a vízből Móricz Zsigmond a maga ilyen hát, körteforma járásával, és valaki utána nézett, és azt mondta, hogy hiába a prózaíró egyetlen hatalmas ülep. És tényleg, hát le kell ülepedni a dolgoknak, és ez nem megy, így folyton rázogatjuk, akkor nem megy. Tehát, hogy sok-sok nyugi kell hozzá, és ennyiben egy ilyen szöszölős, apró munka, de én nagyon-nagyon élvezem, és valóban, hát most volt például, hogy perbálon voltam misén, és akkor utána mentem hazafelé, és akkor eszembe jutott, hogy milyen jó lenne megírni egy jó kis motivum, eszembe jutott, és akkor van a Dióhé kávézó Zsámbékon, és akkor kiültem oda a Dióhé kávézónak a teraszára, és ott írogattam, és akkor mentek fölfele a turisták a Rom templom felé, és akkor az egyik egy középkorú pár így integetett, hogy jó napot, alkotunk. Tehát, szóval ez, mint hogy a gazda mellett, kaszálunk, tehát, és ez tetszett, hogy igen, akkor én itt lakom, itt alkotok, tehát hogy ez egy ilyen történet. És egyébként a játékossághoz csak egy fél gondolat erejéig vissza... ölteni, hogy alapvetően a Jóisten maga egy hatalmas játékos. Tehát, hogy eleve az, hogy sosem azt kérdezi, hogy nem leírja az embert, hanem mindig arra kíváncsi, hogy hajlandó vagy egy új játszmát kezdeni vele. Tehát, hogy nem az, hogy táblázat, meg minden, na basszus, hát ez megye három, hanem, hogy figyelj, akarsz játszani? És mindig újra kezdi. Tehát, hogyha az ember belemegy ebbe a táncba, tehát tulajdonképpen miért nem ilyen kocka formájú halak úszkálnak a tenger mélyén, senki se látná, nem? Tehát az teljesen jó lenne oda. Miért kell ilyen színeseket teremteni a francnak? Nem? Csak a meló van vele, meg a föstögetés, meg a korallerdő is, így teljesen állnak rendben szépen, így egyformák, szürkék, az is jó lenne, megtenné, de és akkor valahogy nem. Tehát nem, hogy lemegyünk és hoppá, van egy másik világ. Az alkotásaidban rendszeresen ott van valamiféle ironikus, kritikus, vagy talán mondhatom úgy is, hogy önironikus, önkritikus megszólalás a társadalmunkkal kapcsolatosan, korunk társadalmával kapcsolatosan. Te hogyan látod ma a mai magyar társadalmat? Mennyire vagy optimista, pessimista? Mit látsz a társadalmi folyamatok legmélyén munkálkodni? Ez az optimista, pessimista dologgal kapcsolatban van ez a realista, az optimista is, meg pessimista is egyszerre is. És az optimizmus, pessimizmus is egyébként egyfajta ránézésnek a függvénye, és
Én azt hiszem, hogy mind a kettő vagyok egyszerre, vagy a kettő között hullámzom. Hogyha innen nézem, akkor minden bukta, ha onnan nézem, akkor mindig van remény. És hát talán ez a titka a dolognak, hogy minél többet kell próbálni jó felől nézni a dolgokat, mert a közben a ránézésünk formálja a valóságot. Tehát akkor kezdek el tenni valamit, ha úgy érzem, hogy van értelme. Ha úgy érzem, hogy nincs értelme semminek, akkor otthon ülök, és akkor nézem a Szulejmánt. És a törökök úgyis többen vannak, tehát, és meg belépnek az EU-ba. És vagy nem. Szóval, igazából, hogy is mondjam, én ugye írtam egy könyvsorozatot a magyar, Milyenek a magyarok címmel, és ebben hát rengeteg mindent összeszedtem, amit sztereotipikusan tudunk magunkról. Mondanék két ilyen kis történetet, mert az nagyon izgalmas tud lenni, amikor, ahogy a külföldiek ránk néznek. Mi valamilyennek gondoljuk magunkat, de a külföldiek vagy nagyon máshogy tudják látni, és akkor ledöbbenünk, vagy nagyon tömören össze tudnak foglalni olyasmit, amiről mi is tudunk, csak hát ennyire jól nem tudtuk megfogalmazni, mert nem látjuk kívülről magunkat. Egyik Brüsszelben egy műfordítónő, egy román műfordítónő mondta nekem, hogy jaj, úgy irigyellek benneteket, magyarokat. Kihúztam magam, hogy jaj, de jó, engem irigyelnek. Mondja gyorsan, hogy miért, és azt mondta, tessék megkapaszkodni a székben, mert a magyar az egy összetartó nép. Nem én mondom, hanem ez a román műfordító hölgy. El nem tudom képzelni, milyenek a románok, azok egy kanál vízbe megfojtják egymást, és ketten-három pártot alapítanak, azokkal semmit nem lehet kezdeni, de az égvilágon semmit. Bezzeg a magyarok, egy a harc, egy a zászló, váltnak, vetve kart karba öltve, mint a testvérek, az aztán nép, na, szóval az igen. És mondom, hogy ez jó leső hallani, mert ezek szerint ez egy ilyen optikai kérdés. Hogy onnan nézek ide, vagy innen nézek oda, mert hogy mi meg a románokra, lengyelekre szoktuk mondani, na azok, bezzeg, és hát ugye ezek a magyarok, ez egy ilyen aranyos nép, ottan bicskázgatnak a kocsmaudvaron, együtt vannak, jól érzik egymást. És aki ugye a hegyesebb végén van, az egy kicsit jobban fáj neki, aki a tompábbik végén, az jobban élvezi. Tehát ez így messziről nézve, ez nem egy olyan nagy etvasz. A másik pedig egy amerikai srác volt, aki 10 évet töltött Budapesten, és egyébként író volt, és meg is írta az itteni élményeit, az a címe a regénynek, hogy Prága. Nem véletlenül egyébként, nyilván Amerikából Prága úgy látszik, ott van Párizs és London mellett, tehát ott valahol. Budapest meg nem látszik. Nagyon felszoktunk háborodni azon, hogy az, hogy micsoda buta amerikai, hogy Bukarestnek mondja Budapest, ez szerintem egy tök pontos találat. Hát nem tudom, hogy ki vállalkozna arra, hogy ki jöjjön és elmondja, hogy mit tudom én, Missouri és Tennessee állam között mely államok helyezkednek el. Valószínűleg mindegyik nagyobb, mint Magyarország. Na mindegy, szóval ugye innen nézve, onnan nézve. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ez a srác, ez Arthur Miller kitalált egy varázsmondatot, minden magyar társaságban 100%-osan működött. Így hangzott a mondat, hogy hely, nehéz az élet. Mert hogy összeültek a magyarok ugye a házi buliban, vagy a kocsmában, és akkor elszállt az angyalka a fejek fölött, és akkor Arthur bedobta ezt, hogy hely, nehéz az élet. És azt mondta, hogy bármely más országban ez bedobja, ilyen nagyon érdeklődve ránéznek. És kérdezik tőle, hogy mire gondolsz konkrétan, Arthur? Hogy Trump külpolitikája, a migránsválság, a klímaváltozás, esetleg valami személyes kedves édesanyját, hogy érzi magát, feleséget, jól van-e, gyerekek, stb. Magyarországon soha senki semmit nem kérdezett, mert mindenki tudta, hogy ez az a bizonyos balsós, amely régen tép. És mivel Arthur ezt tudja, ezért Arthur a mi barátunk, életünk és vérünk, vérszerződés, még egy kört, így áll Arthur. Tehát, hogy ugye ez egy érdekes, tehát, hogy rögtön megvan az alaphang. Na mindegy, sok mindent mondhatnék, mert sok mindennek utána kutakodtam a könyv miatt is, rengeteg ilyen sztori van, hát talán ezt a kettőt így támpontnak. Most vidámabb a hangulat, mint amire én számítottam ezen a pontján a beszélgetésnek, ami egyáltalán nem baj. Hamar letöröm. Mindjárt az érettségi élményeket még előhozzuk, és akkor változik. Mindenkit leérettségiztetek. Rögtön változni fog a véleményklíma. Azért próbáltam így felvezetni, mert most fel van adva nekem a lecke rendesen, mert azért egy olyan verset szeretnék, hogyha felolvasnál nekünk, mert készültem tanár úr az érettségre. Legalább a puskám itt van, hogyha a tudásom nincs. Ami azért kevésbé megmosolyogtató,
bár szerintem ebben is tudunk nevetni önmagunkon, de mindenképpen olyan pontjainkra a társadalmunknak, akár a saját gondolkodásunknak olyan pontjaira világít rá, amellyel jó tisztában lennünk, vagy legalábbis néha jó elgondolkozni rajta. Igen, annyi hozzá tartozik még, hogy van egy kanadai művésznek a Hajléktalan Jézus című szobrát, biztos, hogy sokan látták már itt, és ez járja ez a szobor a világot, több helyen kitették köztérre. Most nem tudom, hogy éppen Magyarországon belül hol tart, a 32-esek terén a templom mellett volt egy ideiglenes jelenése, és aztán vidéki városokban is körbe hordozták. Ez egy hajléktalan ember, úgy érdemes elképzelni, és bizony a lepel vagy pókróc alól kilógó lábán ott vannak a sebb helyek. Nagyon megrázóan szép szobor. És hát a Máltai Szeretetszolgálat felkért, hogy ennek az avatására írjak valamit. És hát megírtam valamit, és aztán megijedtem, mert hogy ugye bíborosunk is ott, meg hát mindenféle papi személyek lesznek jelen, meg felszólamlanak, meg nem tudom én mi. Ez kicsit benne volt az abszem, ahol kellett. Vittem egy ilyen lájtos szöveget magammal, hogy esetleg kiváltom az utolsó pillanatban, hogyha nem merem majd felolvasni. Aztán arra gondoltam, hogy állítólag teológusok megszámolták, 365-ször benne van a Bibliában, hogy ne félj, vagy ne féljetek, hogy minden napra jusson. Tehát, hogy valószínűleg a félelem ugye az nem az az út, amit ebben az esetben követni kell. Meg kell próbálni átlépni az árnyékomat. Hát aztán megvallom, hogy finomítottam rajta itt-ott a karcosabb dolgokból. Hát aztán ahhoz képest Kozma Imre atya nyakamba borult meg, szóval, hát a bíboros úr nem, de ezt nem is vártam. Nem tartottam rá igényt, tehát nem volt ilyen, de hogy úgy meg elkérték a Magyar Kurírba, meg szóval nagyot pörgött az interneten, amire én nem számítottam. No, a hajlékkészítés zsoltára. Uram, mi a te híveid, roppant rendes gyerekek vagyunk ám. Lehozunk téged az égből, bebugyolálunk öblítő illatú ruhácskákba, megédesítjük a papit is, amivel megetetünk, nehogy elcsapd a kis haskódat. Csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak, ott majd minden habos márvány lesz, meg csipicsupa aranyozás, meg ájtatos tekintetű szentecskékkel pakolásszuk tele a főhajót, legyen mivel játszanod, ha unod magadat. Zenélünk is neked pihepuha zenéket, minden esetre semmi olyasmit, amire amúgy szívesen rángatózunk őrjöngve a fesztiválokon. Maradj csak meg, Uram, a te kis álomvilágodban, csíja, csicsíja, majd mi elringatunk, suttogva motyogunk neked szép szavakat, és engedelmesen ráfeleljük a zsoltár válaszokat. Egyszerre vetünk keresztet, mint a kiskatonák, és dehogy szólunk vissza pimasz hangsúlyjal, mint szeretteinknek otthon négy fal között, dehogy sánytorgatjuk fel a sérelmeinket, dehogy kelünk ki fröcsögve magunkból, hogy lepofozlak, te büdös kölyök, vagy hogy fogja be a száját anyuka, mielőtt rálépek. Vagy hogy inkább főzni tanulnál meg te utolsó? Nem, Uram, a te házadban minden olyan szelíden megy és olajozottan, még a rózsikát is csak halkan mószeroljuk, amiért olyan rosszul vasalta ki az oltárterítőt, és már megint nem oda tette a virágot, ahova illik. Nem azért mondom, atyám, de tudnék magának mesélni erről az ájtatos asszony szeméről olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm, a füle is ketté állna. És miután rózsaszín babaszobádat ilyen szépen berendeztük, Uram, nehogy találkoznod kelljen a valósággal. Te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz a világban, nem maradsz meg a jó kis kereteid között. Én ezt nem is értem, Uram, hát mindent megadtunk neked, öntettünk harangot, hogy az órát se kelljen nézned. Építettünk orgonát, hadd búgjon érzelmesen a füledbe, erre te meg szabadon kószálsz olyan utcákon, ahol még az átlagembernek is veszélyes egyedül járnia, nemhogy neked, akit eddig pátyolgattunk, mindent alátettünk, s tessék, így hálálod meg nekünk. Szóba elegyedsz a pénzváltókkal, az illegálisokkal, a vágott arcúakkal, és össze-vissza ölelgeted őket, még félreértik, Uram. Te nem tudod, micsoda rettenetes félreértések vannak a világon. Ha már valakit ölelgetned muszáj, hát babusgass minket. Eleget fáradtunk érte, megérdemeljük, és ezt most minden beképzeltség nélkül mondom. Uram, te oda heveredsz az utcalányok mellé, és törölgeted a maszatos könnyeiket, pedig valaki benézhet az utcáról, és mit lát? Isten a bordélyban, ez rettenetes szalagcím, ennek nem tehetsz ki minket, vajon gondoltál erre, hogy honnan jössz, hová tartozol, hozzánk tartozol, tartozol nekünk, erre azoknak a szemérmetlen szerencsétleneknek a vállát simítod, mintha a koszos porontjaid lennének, és a csuda egye meg, még csak nem is azon járatod az eszedet, amin mi járatnánk hasonló helyzetben, csupa szívjóság vagy,
vagy, meg részvét, hát meddig mész még el? Azt mondd meg, Uram, meddig, mert mi kezdünk torkig lenni a te végtelen jóságoddal. Csak egy kicsit lennél esendőbb, csak egy kicsit gondolnál a látszatra, meg az illendőségre, de nem, fütyülsz az egész renomédra, amit olyan kínkeservesen építgettünk évezredeken át kártyalapokból. És odadőlsz az utcapadra, a koszba, a hajléktalan mellé, és eszünkbe juttatod, hogy nálunk pincepadlás teli van cuccokkal, ő meg két szatyorban hordja az életét. Hogy mi tonnagy számra gyártjuk a szemetet, és idegesek vagyunk, ha nem szállítják el azonnal a szép kis házaink elől, ő meg a mi szeretetünkből él, megpróbál eltakarítani utánunk, lám mekkora mocskot hagyunk a Föld nevű táncteremben, mennyi maradékot haigálunk ki, fene nagy jó módunkban. Uram, nem törődsz a kosszal, a fertőzés veszéllyel, az élősködőkkel átmásznak rád esetleg. Persze tudom, őket is te teremtetted valahogy, akartam is már kérdezni ugyan minek. Mi remekül ellennénk bacillusok, poloskák, tetvek, bolhák, egyebek nélkül, fene az ízlésedet. Szerintem a hajléktalanok is jól ellennének ezek nélkül, de hát te tudod, te vagy a főnök, bár ezt elég nehezen nyeljük le mi, a te híveid, akik hívek vagyunk ugyan hozzá, de azért mindennek van határa. Oda dőlsz amellé az árva fickó mellé, és mindenféléket duruzsolsz a fülébe, szédíted, hitegeted, mennyei királysággal kábítod, ezerszer újra pörgeted vele veszteségeit, és megsiratod mindet, házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést, mi mindent lehet elveszíteni, te jó ég, mi mindent lehet megszerezni, te jó ég. Közben igazából csak szétpergő homok maradt kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet, Uram, te pedig megcsalsz minket, ott heverészel úri kedvedben, a hidegben, azzal az emberrel ott a padon, és bennünk nincs elég bátorság, hogy odaheveredjünk melléd. Nekem ezt egy nagyon kedves barátom, egy sógorom olvasta fel a kettő közül, aki éppen papnak készült. Tehát nagyon jó helyen volt nála ez a vers. És hát először ugye rögtön ráismertem Gizikére, Jancsira, meg. És aztán egy picit próbáltam alázatosabb lenni, és magamra ismertem. Mit kell tennünk, János, szerinted, hogy jobban magunkra ismerjünk ezekben a versekben, és ezekben az élethelyzetekben? Hát, ha én tudnám, mit kell tenni, akkor nem itt tartanék. Hát, hogy mit kell tenni, ezt nyilván azért nem lehet így általánosságban megmondani, hogy most én kiadom a parancsot, hogy legyen mindenki 10%-kal jobb holnapra, mint amilyen ma. Mert hát, mindenkinek személyre szabott a világa, mindenkinek személyre szabott a feladata, és... Azt hiszem, hogy érdemes belülről elindulni, én legalábbis úgy próbálom mindig kezdeni, hogy szóval Isten nem egy raktár, ahova elrakom a mindenféle cuccaimat, amikre már nincs szükség, és ha majd baj lesz, akkor talán kinyitom, de addig fizetem a bérleti díjat, és addig is nyugton el vagyok. Transzcendencia tároló, vagy nem tudom én. Meg talán én azt gondolom, hogy az Isten nem is föltétlenül csak egy ceremónia, vagy nem föltétlenül egy jó érzés, vagy egy lélekemelkedés, hanem egy kapcsolat elsősorban. És én azt hiszem, hogyha ezen a kapcsolaton kezdünk dolgozni, akkor innen kifelé elképzelhető az, hogy véletlenül mi is jók leszünk. Tehát csak piros pontokat akarunk gyűjtögetni, az nem tudom. Én azt elég sokáig próbáltam, és van is egy csomó piros pontom, egyszer majd megmutatom, és hogy mondjam, nem sokra mentem bele. Vagy szóval persze, tehát ugye elvoltam, nem volt nekem soha különösebb bajom, hála jó Istennek, de hogy a belülről elindított, és belülről tartott kapcsolat nélkül, azt hiszem, egyensúlytalanok vagyunk valahogy, és akkor, hogyha billegek, akkor más se tudok megtartani, akkor csomó mindent nem tudok, hogyha nem tudok csinálni, hogyha folyton a súlypontom ingatag. Egészen véletlenül a napokban adtál interjút a 777 blognak. És ez egybeesés.
Lábánné Hollai Katinak azt nyilatkoztat, hogy egyre inkább hiszel a hitélmények megosztásában. Megosztanád velünk az egyik ilyen fontos, kiemelkedő hitélményedet? Igen, ezt ráadásul úgy mondtam, hogy egyre kevésbé hiszek, vagy úgy írtam, hogy egyre kevésbé hiszek a hitvitákban, és egyre inkább hiszek a hitélmények átadásában. Ezt nem is tudom, ki mondta, talán a Pál Feri, de most gyanús, hogy lehet, hogy nem ő, hogy nem tudom, ki mondta, hogy jaj, olyan jót vitáztam valakivel a hitről, az volt az a pont, ahol megtértem. Tehát, hogy azt látom, és a neten is voltak ilyen különböző egyházi tartalmak alatt így megindultak ilyen parttalan viták, és volt egy-két olyan késő estig nézegettem, hogy ki mit felel, és mindig van egy újabb érv. És mindig az jut eszembe, ami a görögöknél történt Szent Pállal, hogy elment a görögökhöz, és ugye a görögök helyett dolgoztak a rabszolgák, ők baromi jól el voltak az agórán, jött ez a csávó, mondott ilyen érdekes dolgokat, és akkor beszélgettek. És akkor egész nap beszélgettek, és másnap is beszélgettek, és mondták Szent Pálnak, hogy jöjjön még ide majd, mert nagyon szeretnének beszélgetni. Tehát, hogy úgy nem billentek ki, vagy nem mozdultak ki a saját helyzetükből, csak szerettek mindenféle dolgokról dumálni. És most ugye vissza, és ennél, és egyre inkább arra jutok, hogy tényleg megosztani azt, vagy tanúságot tenni arról, ami az emberre magával történt személyesen, az talán sokkal értelmesebb, vagy úgy belülről láttatva egy kicsit a hit dolgait. Volt egy sorozatom, ahol minden ilyen mémeket közöltem a Facebook oldalam, és nagyon népszerű volt, és aztán egy idő után meguntam egy-két év után, és minden nap föltettem egy újat, és most Jó Ét Puszi címmel ilyen hitélményeket osztogatok meg, és majdnem, vagy körülbelül ugyanaz, vagy még néha nagyobb is a látogatottsága ezeknek a posztoknak, nem mintha ez lenne a kérdés. Na, egy személyes hitélmény, talán visszamennék 2 évvel ezelőttre, az Imádságháza konferenciára, lehet, hogy már néhányan hallottak róla. Itt Budapesten volt, ez egy egész hétvégés konferencia, és én mondjuk így, hogy a karizmatikus mozgalomtól nagyon idegenkedtem, én ilyen felnőtt fejjel megtért katolikus voltam, és nagyon gregorián, és nagyon klasszikus zene, és tényleg a top ízlés, és minden. És ez a 3 akkordot tudok, azt se tudom lejátszani, és mindig mellé éneklek, de nem tudom mi mellé éneklek. Szóval én nagyon viszonyogtam ettől az egész. Persze nagyon lelkesek, nagyon helyesek, nagyon fiatalok, jó van, csinálják felőlem, tehát csak csinálják 4 fal között otthon. És szóval körülbelül ilyen volt a hozzáállásom, és közben feleségemet nagyon-nagyon megérintette nagyon sok minden, amiket így közvetve én is láttam, hogy hát óriási hatású dolgok mennek itt végbe, és az tulajdonképpen csak a haba tortán, hogy van hozzá gitáros zene, vagy nincs hozzá gitáros zene. És úgy belülről kezdtem formálódni, meg mint utólag kiderült, a maffia is komolyan imádkozott értem a legkülönbözőbb helyeken, és akkor a jó kis kőszívem elkezdett formálódni, és akkor feleségem bepalizott valahogy, hogy erre az Imádságháza konferenciára azért menjünk el együtt. Hát mondtam, hogy jó, hát megnézem a naptáromat. Ez egy elég tuti tip szokott lenni, mert a naptáromban általában mindig van valami, évi 160 fellépésem van, úgyhogy a naptáramra mindig számíthatok, és nem volt ott semmi. Hát mondom, jó, akkor írjuk be, ilyen nagyvonalú voltam, úgyis a messze van az a május. És hát akkor, aztán amikor közeledett az a hétvége, akkor mondta a feleségem, hogy akkor megyünk Imádságháza konferenciára. Mondom, ahová, micsoda, ja, hogy benne van a naptáradban, megnéztem, tényleg benne volt. Hát akkor megyünk, ez most hány nap? Három napra megyünk Imádságháza konferenciára. Az nagyon jó. Tehát... Na és akkor, hát akkor ráadásul, ugye ez az egyik Gerevics stadionban volt, és akkor ott első nap rögtön összeakadtam az egyik sráccal, aki ugye Kapolcson csinálom a Kaláka versudvart, többek a Grillus Daniékkal együtt, és aki ott operatőrként dolgozik, ő itt is operatőrként vette fel, ilyen tetovált, ilyen fülbevalós, rendes, lasza gyerek, spanglizgatos srác. Szia Ricsi, jöttél.
Na mindegy, és akkor egy kicsit így az volt a fejemben, hogy ott ültem, és akkor az emberek hadonáztak, énekeltek, és mondom, hogy én most itt mit csinálok? És mondom, hogy Ricsi ezt filmezésről közben mit gondol? És akkor mit gondol rólam a Ricsi? De mondom, hát kit érdekel, hogy mit gondol rólam? Azért jöttem ide, hogy a Ricsi gondolatain keresztül gondolkodjak magamról. Tehát miért jöttem én? Szóval ez az ovis beszoktatós, amikor ül a gyerek a pad szélén, és na mindegy, és akkor ebben az állapotomban az történt, hogy odajött hozzám egy olyan ember, akivel egyébként ma is beszélgettem telefonon, úgy hívják őt, hogy Tóth Pityu, Hódmezővásárhelyi, egy jó nagy darab roma ember, hogy odajött hozzám, és mondta, hogy a vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy tesókám, hát az a baj, hogy nekem volt egy látásom veled kapcsolatban, és most muszáj elmondanom, hát mondom, akkor mondja, tesókám, és akkor elmondta, hogy látott egy ércfalat, ami így az életem közepében magasodik, és valaki egy kezet látott, ami írt rá, és hogy a Jóisten kiveszi a szívemből a keserűségeket, és szeretettel tölti meg. És akkor és kiderült az is, hogy ő nem tudta, hogy én ki vagyok, bemutatkoztam, hogy Úristen, te vagy a Laci fi, akkor nem mertem volna idejönni, mondom, akkor jó, hogy nem tudtad. És akkor én meg elkezdtem, ez valahogy engem nagyon eltrafált belülről, ezt most nehéz elmondani, hogy pontosan miért. Az is, hogy ő az írást mondta, anélkül, hogy tudta volna, hogy én abban foglalkozom. Meg úgy valahogy aztán később nyomoztam vissza, hogy ez miért érintett engem ennyire erősen. De hát ott én elkezdtem bőgni, mint egy malac, és a vállára borultam ennek a vadidegen cigányembernek, és megköszöngettem neki meg minden, és Úristen. És akkor ott ültem bőgve, taknyom, nyálam, minden. És volt egy nagyon kedves család, itt van Gréti valahol, közülük, akikkel úgy már hogy rokon szenvesztünk, mert mi is egy kicsi gyerekkel jöttünk, a legkisebbünkkel, a 3 évessel, most 3 éves, akkor volt másfél-kettő, és ők pedig hát több gyerkőccel, ott jöttek ki, így nem lehetett azonosítani a számát a gyerekeknek, utólag kiderült, hogy 11 gyerek van, de abból csak 8-at hoztak el most, mert ez ilyen takaréklánk akció volt, és de még egyébként, hogy az életstílust mutassam, zseniális család, még bepakoltak egy tolószékes barátnőt, mert ha már jönnek, akkor ne jöjjenek üres kocsiba. Tehát, és ez nem, ez két Sopronyból, tehát jó lentről jöttek, szóval nem a szomszédból. Zseniális. Na, minden is nagyon szimpatikusak voltak nekünk már, és az anyukának a karjában ott ült egy pici baba. Fél éves talán. És ilyen nagyon átható, egy hatalmas fej, és két nagyon átható kék szem. És így úgy látszott, hogy 10 lépésre ez így engem néz, így ez a baba, így kieső szemekkel. De hát mondtam, hogy ez lehetetlen, mert ugye én ültem a Gerevicsben úgy, hogy háttal a fénynek, tehát egy ilyen nagy sötét körvonal látszhatott, amiből így ömlik a mindenféle. Mert ugye bőgtem. És tényleg így egyre, és már annyira nézett engem így percekig, hogy hát akkor oda mentem hozzá, persze így mit tudom, gügyögni meg minden, és akkor így átjött a karjaimba. Így átkérezkedett tök vadidegen embernek a karjába, és akkor én attól fogva, ezt az Antal babát úgy hívják, Antal babát ölelgettem körülbelül egy másfél-két napig, mindig jöttek, hogy hát most elaludt, most letegyük, vagy adjunk neki enni, vagy pelenkát kicseréljük, mondom, nem kell. És igazából nem én tartottam az Antal babát, hanem ő tartott sokkal inkább engem, és akkor így nem volt ciki táncolgatni, meg nem tudom én mi, mert hát csak a baba miatt, nem én egy... Egyébként soha, tehát nem is érdekel, meg milyen zene ez, már 3 akkord, vagy 4, na jó 4. És hát ez volt és nagyon-nagyon mélyen érintett a dolog, és például most visszatérve erre, én azt gondoltam, hogy én egy laza, vidám, jókedélyű ember vagyok, nekem aztán kinek van tele a szívem keserűsége, ez nem stimmel, és akkor szépen elkezdtem így visszanyomozgatni és visszakapargatni, és rohadt sok minden volt oda, és még valószínűleg most is begyömöszölve, amit hát ilyen hozott minták alapján, ugye az ember, hogyha felcsap ilyen ócskás családból származik, akkor maga is ócskás lesz, és azért úgy összeszedi a cuccokat, tudja, hogy nincs rá szükség, tudja, hogy mit tudom én, nehéz fém, meg káros, meg nem tudom, de azért csak úgy becuccoltam én is jó sok kis méltatlanságokat, mindenféle sérelmeket, úgyhogy volt mitől megszabadulni később utána. És egy ilyen egészen más, tehát úgy éreztem magam, mint az egyszeri kábszeres, aki először lát tiszta cuccot, hogy felszív, ez hol volt eddig? Tehát, hogy, mert én ugye vallásos gyerek voltam, de az nem ez volt, vagy tehát, hogy így repülni, meg nem tudom,
Szóval ez nagyon erős volt. És ráadásul volt egy Maurice Sameh nevezetű egyiptomi lelki pásztor, aki beszélt ezen a konferencián, és óriási hatású pasas volt. Hát ő nem ebben a kényelmes, ilyen bepohosodott kis európai kereszténységben gondolkodott, hanem őt minden nap kapja a halálos fenyegetéseket, elviszik a munkatársát, vagy visszahozzák, vagy nem, őt is elvitték, aztán visszahozták, de olyanokat írnak neki, hogy megerőszakoljuk a lányaidat, kiírtjuk a feleségedet, és akkor kérdezi a sajtó, hogy és akkor mit csinál Sameh pásztor? Hát csinálom a dolgomat. Tehát, hogy őt ez nem nagyon izgatta fel. És akkor ő ott felhívta az embereket, hogy akinek van kedve egy fogadalmat tenni, és átadni Jézus kezébe az irányítást, hogy igazán az életében cserébe rápakolni a dolgokat, konkrétumokat Jézus megoldod, anyagiakat megoldod, én meg követlek téged, oké. Azt mondta, hogy ő évtizedek óta így csinálja. Hát mondom, jó van, akkor legyen. És akkor én megtettem ezt a fogadalmat, és mondott hozzá persze ilyen támpontokat is, meg minden. És egyébként az ő beszéde fönn van az interneten, a YouTube-on, és ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. És hát nagyon érdekes volt, mert most így dióhéjba foglalva az egészet, egy cigány ember által részesültem a Szentlélek keresztségben, egy arab ember által köteleződtem el igazán mélyen bensőleg Jézus Krisztusnak, és kaptam a Jóistennek milyen a humora, kaptam egy nagyon erős küldetést a zsidóság felé, úgyhogy szerintem ennél komolyabban bekezdeni, azért van humora az öregnek. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, most egy rövid szünetet fogunk tartani, ami alatt még van lehetőség egy kicsit felüdülni. Kint az adományokat nagy-nagy szeretettel és nagyon nagy hálával fogadjuk, illetve vásárolhatók a 777 termékei és Lackfi János kötetei is. Körülbelül 10 perc múlva folytatjuk a beszélgetést, amikor már ti is kérdezhettek. Én nem vagyok megvásárolható, csak a köteteim, csak úgy tisztázzuk, hogy ha vannak vámos pércsiek. Körülbelül 10 perc múlva folytatjuk, kérlek, hogy majd gyertek vissza pontosan. Addig is a mostani alkalmunk vendége Lackfi János, így egyben íróküldő műfordító. Hölgyek, urak, kedves vendégeink, folytatjuk, igen, jó. János azt mondta, hogy most beszéljek én egy 45 percet az irodalomról, arról, hogy miről érettségiztem. Nem emlékszem egyébként az a poén, hogy a magyar érettségén mit húztam, az eredményre igen, meg arra, hogy mennyire izgultam, igen. Nekünk sajnos nem volt a tételsorban Lackfi János, bár akkor még szerintem nem is tudtunk facebookozni, tehát lehet, hogy nehezebb lett volna. Volt olyan egyébként, az is nagyon aranyos, hogy írt valaki olyan nekem, aki mondta, hogy hát belőlem érettségizett, illetve választható voltam, és ő igazából baromira nem akart engem húzni, és nem is akart volna velem semmit kezdeni, se egyáltalán, és aztán tök jó sikerült, hogy köszöni az élményt. Úgyhogy ez is ilyen facebookos. Akkor mehet, hogy virágot az öltözőbe, bankszámlaszám, ilyesmit. Ennyi, igen. Nem beszélgettünk még a családról úgy igazán, pedig ezt a témát mindenképpen szerettem volna, vagy szeretném még mindig előhozni. Mielőtt belevágunk, akkor emlékeztetőül, hamarosan átadom a kérdés jogát a vendégeknek. Kétféleképpen lehet kérdezni a vendégünket. Egyrészt természetesen kézfeltartással, személyesen, és akkor Eszter mikrofonnal már is ott lesz nálatok. Arra kérlek majd titeket, hogy tömören és precízen megfogalmazott kérdéseket intézzünk Jánoshoz. Illetőleg, ha valaki úgy szeretné, akkor a 777 Facebook oldalának elküldött üzenetben is felteti a kérdést, ezt a kollégák összegzik, ezeket a kollégák összegzik és eljutatják hozzám. Tehát a család mint olyan. Hát ez ugye nagyon fontos nekünk keresztényeknek, szeretünk róla beszélni is, meg hajrá család, családi értékek, ilyesmi, de azért nem egyszerű dolog ezt hitelesen képviselni. Ezt hogyan élitek meg? Vannak-e például konfliktusok a feleségeddel, abból kifolyólag, hogy ahogy említetted, gyakorlatilag minden második nap, vagy még többször is neked fellépésed van, és ilyen helyeken beszélsz, mint most itt nálunk a 777 offline-on, vagy dedikálásokra mész, vagy egyszerűen csak dolgoznod kell, mert megszállt az ihlet. Igen, hát pláne, meg a határidők szoktak megszállni még rá, és egyébként meg holnap hajnalban fölülök a Hanoiba
vivőgépre, mert megjelent magyarul a Milyenek a magyarok című könyv, vagy a vietnámiul a Milyenek a magyarok című könyv, és megyek el 5 napra, és hát nem, nekünk soha nincsenek konfliktusaink, nem. Tehát mi ilyen őszinték vagyunk, és sosincsenek konfliktusaink. Természetesen vannak, meg az is igaz, mondjuk a 160 fellépés, az nem 160 napot jelent, mert általában, hogyha vidékre megyek, vagy távolabbra megyek, akkor össze van kettesével csomagolva a történet, egy felnőttes, egy gyerekes, vagy valami más elven, de azért hát soknak sok. Egyébként én szeretem, élvezem jót csinálni, és az is biztos, hogy azt hiszem, mint minden apa manapság, úgy bele vagyok veszve abba a történetbe, hogy nagyon sok mindent csinálni, nagyon igénybe vesz a meló, stb. És azért megérkezni otthonra is, és ne csak utolsó pillanatban becsúszó szereléssel. Az, hogy a napom viszonylag rugalmas vagy rugalmas lehet, az egyfajta előny, mert hogyha az van, hogy ide kell menni, vagy oda kell menni, vagy akkor ne, magamtól kell elkérni magamat, mert most már főleg 6. éve, amióta nem tanítok a Pázmánnyal, addig lenyomtam 17 évet a magyar felsőoktatás kötelékében, de amióta ilyen szabad úszó vagyok, tollamból élek, ami egy óriási dolog, azóta azt mondom, hogy akkor én most fölállok és itt hagyom ezt a dolgot, de ez azért egy kicsit ilyen, hogy mondjam én, álságos is tud lenni, hogy hát én bármikor felállhatok, ezért sose fogok. Tehát, hogy szóval ez tényleg egy nehéz küzdelem. Például rászoktam újabban arra, hogy fölhozom szépen a laptopot, és nem a dolgozó szobámba dolgozom, hanem a nappali közepén. És én azt gondoltam, hogy milyen jó fej családapa vagyok, szeretek jelen lenni a családomban. Míg a feleségem, aki szerencsére egy nagyon normális ember, és nem az a tipikus művész felesége, akikből én gyerekkoromban őszinte rémülettel láttam egy néhányat, hogy szóval mondta, hogy ez azért jobb, ha tudom, hogy ez nem velük való levés attól, hogy én fizikailag ott tartózkodom, és kerülgetni kell engem, ha söprés van. Tehát, hogy kicsit lehet megerőltetni magamat. Szóval ezt nagyon szeretem benne többek között ezt is, hogy úgy megmondja a dolgokat, mert van az a típusú művész feleség, aki ilyen ajnározva körbeveszi az ő művész férjét. Ez halálos, mert ilyen szörnyeket lehet így nevelni, nagyon impozáns szörnyeket egyébként, hogy jaj, de cuki most berúgott, jaj, de cuki most tesz, jaj, de művét léle, jaj, és ugye nagyon könnyű így elszállni, hogy minden olyan cuki, amit csinálok, akkor körülbelül egy ilyen óvoda előtti gyermeknek a szintjére hamar el lehet jutni. Azt meséltétek a családos interjúban, ami megjelent a 777 oldalán. Csak úgy véletlenül. Hogy, illetve gyermekek mesélték, hogy azért úgy már ismerik, hogy milyen szóvicceket sütögetsz el, hogy mi az, amit ők szeretnek ebből, mi az, amit talán egy kicsit már ismernek, vagy jobban ismernek, mint az átlagember. Hogyan tartod most velük a kapcsolatot? Ugye a gyermekeiteknél elég nagy a szórás életkor tekintetében, tehát vannak, akik már kirepültek, és van egészen kicsi gyermeketek is. Hogyan éled meg az apa szerepet, főleg így, hogy ilyen nagy a szórás köztük? Hát ez egy nagyon speciális dolog olyan értelemben, hogy ugye van 6 darab gyerekünk, de igazából 5+1 darab gyerekünk van, mert hogy ez öt gyerekünk, az körülbelül egy olyan 10 éves intervallumon belül ilyen tak-tak-tak viszonylag hamar jöttek, és akkor egyetemisták voltunk az elején, és akkor felesbe az időt, délelőtt te mész egyetemre, délután én vagy fordítva, és akkor volt ennek egy ilyen nagyon jó ritmusa, és akkor ők olyan szépen felnőttek, és eltelt egy olyan 12 év a legkisebbünk életében, és akkor úgy tűnt, hogy nem lesz több gyermekünk, és akkor egyszer csak megszületett kis Juli. És hát ő egy ilyen funkcionális egyke, mert ugye a 12 évvel idősebb az már nem fogja elvenni a kajádat, meg a játékodat, meg nem, szóval nem fog húzakodni veled, bár néha visszamegy óvodásba egyébként azóta 16 éves Ágnesünk. Meg hát még ennél is érdekesebben alakult, azt szoktam mondani, hogy a családi állapotom az extrém normális, mert ugye annyira normális, hogy már az nem normális. És ugye a legkisebb gyermekünk az egy kicsit fiatalabb, mint a legidősebb unokánk, mert 3 unokánk van, és Vilmos már 3 hete meg volt születve, amikor Julcsi megszületett, tehát Julcsi egy született nagynéni ilyen formán.
És akkor mentünk, a múltkor voltunk velük játszóházban, nem is vele, hanem Aliz unokánkkal, és kifelé jövet látom, hogy nagyszülők ingyen bemehetnek, és akkor mondom az izének, hogy hé, hát most akkor kettőt ráfizettünk, mi hol vannak nagyszülők? Mondom, mi vagyunk azok, hé. Tehát, hogy meg szokták kérdezni, hogy ikrek, decukik, meg minden, nem elhozta a nagynényét. Tehát, hogy... Szóval így működik a dolog, és így működik a pörgés. És van benne egy ilyen kicsit, tényleg egy ilyen szomorkás hangulat abban, meg közben nagyon örömteli is, ugye, hogy a gyerekeink nem ebbe a manapság divatos ilyen mama hotel történetben gondolkodnak, hogy kaja van, gatyámat kimossák, akkor hova mennék, és akkor 40-50 évesen nézegetnek kifelé az otthoni ablakon emberek. Ami nem, tehát nem tudja, meg kéne mondani bárkinek, hogy hol legyen, vagy hol ne legyen, csak annyira nem tűnik célra vezetőnek talán. És így és most 4 gyerekünk van már, aki nem él otthon. 3 házasságban élnek, és 2 ugye gyermekei is vannak, úgyhogy így most hát egyrészt kiürült a ház, tehát ez egy kicsit furcsa. Jó, másnak meg 2 gyereke van, és nem gondolja, hogy üres a háza, meg mi is 3 voltunk, csak így a 6-ról lefele ez olyan, van az emberben hiányérzet, másrészt viszont vannak üres szobák, lehet jönni, és jönnek is időnként, meg mondjuk évi egyszer össze lehet szervezni a kötelező fotózást, hogy az állapotváltozásokat rögzítsük az utókornak, és akkor úgy megpróbálunk mindenkit összehorgászni. Aztán meg úgy jönnek, mennek amennyire lehet, vagy néha elraboljuk az unokákat, amikor hagyják, meg így mondjuk a házassági évfordulóján a fiaméknak akkor el szoktuk csípni a 2 gyereket, és akkor csinálgassanak. De most már nem mentek sehova, azt mondták, hogy nyugisan megcsinálják legalább az otthoni dolgokat, úgyhogy ők is öregszenek. Annyira közvetlenül mondhatod, hogy vannak üres szobák, hogy lehet jönni, hogy azt hittem, hogy nekünk ajánlod most föl, hogy szeretnének, nem tudom, ilyen nyári tábor, írótáborba beköltözni a Lackvi családhoz. Ha jól tudom, te nem csak a hajlékkészítés kapcsán írtál Zsoltárt, hanem a feleséged kapcsán is. Igen, van ez az Ember Szabás című verses kötetem, ami az utóbbi 6 évnek a verseit tartalmazza. És ebben van egy olyan kontingens, az első ciklus, az 25 olyan versből áll, amit én a drága Juli feleségemnek írtam. És eredetileg úgy csináltam, hogy gondoltam, hogy hát ez tényleg egy ilyen mélytengeri búvárkodás, egy ilyen igazi etemboró dolog, aki ilyen hosszabb társkapcsolatban azt tudja, hogy eszméletlenül meg tudjuk lepni egymást 27 év után. Nyilván a szó jó és kevésbé jó értelmében is, de tényleg ezt átnézni ilyen költőszemmel, ez egy óriási nagy kaland volt, és a 23. házassági évfordulóra írtam 23 hosszú verset, és ezeket kinyomtattam szép papírra, bordázott papírra, beköttettem a Zsámbéki könyvkötő nénivel, Zsámbékon élünk, és odaadtam a Julinak, és azt mondtam, hogy ő a cenzúra bizottság, és hogyha egyet se enged megjelenni, akkor egy se fog megjelenni, mert ezt neki írtam, és nagyon engedékeny cenzúra bizottság volt, egyetlen egyet tartott vissza, mert korábban azért ebből voltak konfliktusok, mert én azt gondolom, hogy minden, ami velem történik, az tulajdonképpen annak az anyaga, amit én, tehát avval nyugodtan dolgozhatok, csak ez még rajtam kívül azért lassan 7 embernek az élete. Tehát volt, hogy Julinak az orra alá csapták a Zsámbéki piacon az élet és irodalmat, hogy igen, nálatok így mennek otthon a dolgok, nem is tudtuk. Jaj, milyen kis intim költemény. És ő se tudta, úgyhogy igen. Szóval ez volt a kínos az egészben. Mert én benne meg megvan ez a szakmai, hogy is mondjam, prostituálódásnak a rutinja, hogy amihelyt leírom azt, hogy én, az már nem én vagyok, hanem egy olyan valaki, aki esetleg feltűnően hasonlít rám, de mégiscsak már a versben működő és élő, és nem is biztos, hogy minden pont úgy történt, meg egyáltalán kit érdekel, hogy mi hogy történt. Ezt nyilván utólag érdekes kikurkászni, hogy hányszor rúgott be Ady Endre, de tulajdonképpen teljesen mindegy, hogyha rossz költő, és teljesen mindegy, ha jó költő, tehát... No mindegy. És akkor ebből a ciklusból, amit ő olyan nagy lelkűen meghagyott, ebből olvasnék föl egyet. Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom.
Add, hogy fájdalmat neki ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, és ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak, ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelen létében legyek, jelen létembe vonjam őt, átéljem és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet, hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddő versengés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjam vissza, mint egy madarat. Hosszabb hatásszünetet szeretnék tartani, de azt hiszem, hogy akkor csodálkoznátok és elkezdenének aggódani az egészségemért azok, akik szeretnek. Úgyhogy átadom most a kérdezés lehetőségét nektek. Van-e itt a teremben már megfogalmazott kérdés, amit a mikrofon segítségével Jánoshoz intéznétek? Ha most még nincsen, akkor felolvasok olyat, ami itt a teremben fogalmazódott meg, de az internet segítségével kapjuk. Tisztelt művész úr, igaz-e a hír, miszerint a hashtag mindennapra egy sztoris, részben családi, részben vegyes történetek, könyv formájában is megjelennek. Egyik kedvencem a sorozat ilyen formában is. Köszönet érte. Ó, én megköszönöm szépen, hogy nagyon, nagyon örülök a visszajelzésnek. Ugye ezt a tavalyi évnek a nyarán indítottam egy ilyen kis... tettem egy ilyen fogadalmat, hogy ilyen, ugye, ahogy a sportolónak fontos, hogy formában maradjon, ugye az írónak is fontos, hogy formában maradjon, és persze nem árt minden nap írni, és amúgy is írok mindenféle megbízások egyebek mentén saját ötletekből kifolyólag, de hogy akkor elszántam magam, hogy egy teljes évig minden napra írok egy-egy sztorit, mert rengeteg sztori kering körülöttünk, és jön szembe velünk utcán, úton, útfélen, interneten, bárhol saját életünkben, és hogy mindig nagyon igyekszem mindig különböző formában megírni ezeket, és 300 napig valóban ezt is tényleg tűzön vizen, hogyha éjfélkor írtam meg, akkor éjfélkor írtam meg, és így tovább. És aztán hát megint az én nagyon aranyos és józan feleségemnek a tanácsára mondtam, hogy jó, akkor hagyok magamnak pihenőt, mert mondta, hogy ne legyek már saját elvem rabszolgája. És akkor egy kicsit most már ilyen kihagyásokkal jönnek, van, hogy 2-3 naponta, de mindjárt megvan a 365, és valóban a válasz, valóban kötetben fognak ezek megjelenni. Ez lesz a címe, hogy minden napra egy sztori. És még színházi formában is azt az örömhírt jelenthetem be, mert neten túli történetek címmel, olyan dalokkal, amelyeket Alpár Balázs zeneszerző alkotott meg a szövegeimre, egy ilyen férfi-nő párbeszéd formájában a Mozsár Színházi Műhelyben október 26-án lesz egyébként a bemutatója, mindenkit szeretettel várok. Lesz ebből egy színházi produkció. Ezt nem én találtam ki, hanem a legnagyobb örömömre megkerestek, hogy mit szólnék hozzá, hogy ez színházba való szerintük, mondom, ha szerintük, akkor oké. És aztán ebből nagy valószínűséggel a jövő év folyamán lesz kötet, most jelent meg Levágott fül címmel egy regényem, úgyhogy az most így kitölti az addig való időt, és jövőre ez nagy valószínűséggel kijön ez. És így szépen be lesz rendezve minden napra egy sztorinak, tehát hogy január 1-től megy december végéig. Kaptunk egy nagyon kemény kérdést, őszintén érdekel erre is a véleményed. A kultúrharccal kapcsolatosan érdekelne János véleménye, írja valaki innen a sorokból. Mit gondol, mennyire fog átalakulni ennek következtében az irodalmi élet, valamint az ön helyzetét, munkásságát, milyen minőségben fogja ez befolyásolni? Gondolok itt arra, írja, hogy empátiára, irgalomra int verseiben azokban az időkben, és itt jön a kemény rész, amikor alkotmányba foglalták az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Igen, hát ennek én sem örültem utóbbinak, tehát hogy vannak, nyilván vannak
aggasztójelek. Azt nem tudom megítélni, hogy más korszakhoz képest több aggasztójel van-e, vagy hogy most éppen, meg mihez képest aggasztó, ezt nehéz összefoglalni. Az úgynevezett kultúrharc, nem biztos, hogy itt a teremben mindenki tudja, hogy miről van szó. Inkább én úgy gondolom, én úgy értékelem, mint valami, szóval ez egy igazából ilyen kis partizán akció. A kultúra az egy kicsi terület, kis pénzek vannak, és sok eszkimó, kevés fóka, és nyilván egy, tehát különböző politikai széljárásokat kihasználva egyes emberek akcióba lendülnek, és ha találnak elég erős szövetségeseket, akkor sikerül pozíciókat foglalniuk. Ez egy kicsit olyan, mint a Pál utcai fiúk, tehát hogy az zajlik most. Ez, én nem hiszem, most tanában beszéltem éppen egyébként a kultúrharc kapcsán egy olyan valakivel, aki tényleg politikailag a közel áll a csúcshoz, mondjuk így, egy nagyon-nagyon kedves barátom és nagyon-nagyon jó ember, és ő azt mondta, hogy ez nem egy központi direktíva, persze szeretünk összeesküvéseket, elméleteket szőni, hogy valahol ül a világ agy, és majd megmondja, hogy mit gondoljunk, lehet, hogy így lesz, de azt úgyse fogjuk megtudni, mert már azt gondoljuk. Szóval, hogy nem egy valamilyen gomnyomásszer, megnyomták a gombot, és akkor jönnek a kultúrharcosok, hanem egyszerűen kenyérharc van a kultúra területén, és bizonyos emberek nem is különösebb tisztettel, vagy nem is különösebben gusztusosan megtámadnak más irodalmi tekintélyeket. Ez végül is azt kell mondjam, hogy a harcnak, tehát magának a létharcnak a természetes része, mert egyszerűen ez így megy. És aki kiteszi magát a nyilvánosságnak, azt meg fogják nagy valószínűséggel támadni. Volt, tehát ilyen spontán heccek is fellángolnak, hogy dögöljön meg minden kortárs költő. Általában így úgy véget ér a nyár, és az emberek frusztrálódnak, és unatkoznak nagyon, és levesznek tankönyveket a polcról, és nem értik, ami benne van, és akkor kirakják az internetre, és akkor elindulnak ilyen nagy hangulatkeltések. Szóval én azt gondolom, hogy pozícióharcok zajlanak, ami sajnos vagy szerencsére, nem tudom, nem új a nap alatt. Egy embernek jó, aki író ember, mert olyan shakespeare-i küzdelmek zajlanak a leggusztustalanabb és a leggyönyörűbb mindenféle módon. Nem tudom, hogy mennyire volt kielégítő válasz. Saját magadon érezted egyébként ennek a hatását? Arra szeretnék rákérdezni, ha megengedett, hogy téged betámadtak már, akár most, akár korábbi helyezkedések idején? Hát most nyilván, hogy van a kollégák körében, tehát mondjuk aki nem nagyon népszerű, azok egyrészt nyilván, tehát van irítség, tehát ilyen jutott vissza a fülemben. Van olyan kolléga, aki több díjtól is valamiért elütött engem, soha nem ártottam neki, de hát így mondták vissza a hátam mögött, hogy felszólalt, és nem akarta, hogy én kapjam. Végülis van elég díjam, úgyhogy igazán nem haragszom rá. De, tehát, hát én is természetesen benne állok ebben az irodalmi hajcihőben. Én hittem abban, amiben nem nagyon lehet így első látásra hinni, hogy egy fenéken lehet két lovon ülni. Én parádésen ülök rajta különben. Vannak jobboldali barátok, baloldali barátok, és nem azért barátok, mert jobb vagy baloldaliak, hanem szeretem, amit írnak, és személyesen is szeretem őket. Ez nem mindig esik egybe, valakit nem nagyon állhatok személyesen, de nagyon szeretem, amit ír. Van, akit meg nem mindegy, szóval fordítva, ez minden variációban létezik. A legjobb, hogyha valaki nem is nagyon jól ír, és nem is bírom, tehát akkor abban nincs dolgom. Na, viccen túl vannak nagyon jó kollégák, harcos társak, akikkel nagyon sokszor szereplek közösen, de nem politikai harcos társak, tehát én nem ebbe a hunta háborúba én nem igazán szeretek belemenni. Ezt a jó szokásodat Isten tartsa meg. Van-e kérdésetek, amit szeretnétek feltenni Jánosnak? Nem lesz ilyen hosszú válasz, csak gondoltam, hogy magyarázatra szorul ez az egész. Igen. Pillanatot tessék várni, ott kapja a mikrofont jobb oldalról, és mindannyian halljuk. Parancsoljon. Igen. El tudnám mondani, hogy mi az a pillanat, amikor Isten megérintette? Voltak misztikus élményei? Igen. Hallatszott, tehát ne ismételjem a kérdést. Jó. Tehát, hogy felnőtt megtérőként milyen misztikus élményeim voltak, vagy mi érintett meg. Az igaz, egyfelől nem vagyok felnőtt megtérő, mert nekem mindig volt egy, tehát nem lettem vallásosan nevelve, de a csuda tudja honnan, vagy hát nyilván a jó Isten, de voltak mindig ilyen
kvázi istenes élményeim. Arra emlékszem, egész konkrétan volt Vörösváron egy körte, tehát egy telkünk, ahol rengeteg körtefa volt, és így fölmásztam a körtefára, és ott, mint hogyha valaki kanalazta volna körte levelekkel a fényt, és mintha ott lett volna az Isten. De hogy miért? Tehát nyilván más fölmegy a szkeptikus a körtefára, körte levél, hagyja békén. Tehát, hogy nyilván az ott engem ahogy lelkileg eltrafált, és volt is a családban, aki engem megpróbált meggyőzni, hogy tulajdonképpen nincs Isten, vagy ha van, akkor még rosszabb, mert akkor kísérletezik velünk, mint ilyen hangyák, agyonnyom minket, meg én. És emlékszem, hogy úgy lepergett rólam, lehettem olyan 10 éves talán, vagy 12, hogy valahonnan belülről nekem volt, valószínűleg így Dickens regényekből szedtem össze, meg Walter Scottokból, meg nem tudom, hogy honnan, valamilyen módon üzengetett nekem a Jóisten, és nagyon hálás vagyok ezért, és aztán meg hát utána kiderült egyébként ennek a háttere is, mert a nagymamám mondta, aki nagyon-nagyon egyszerű és végtelenül jó ember volt, igazi parasztasszony, aki persze gyárban dolgozott már szalagnál, de mondta, hogy hát ő nem tudott vitatkozni az én nagyon okos értelmiségi szüleimmel, csak arra kérte a Jóistent minden úrfelmutatásban, hogy mi hárman testvérek és a szüleim mindannyian térjünk meg, és így történt egyébként. Tehát, hogy ő volt így a családnak az atomreaktor a titokban, és mindenki különböző okokból tért meg, és aztán a mondjuk a vallásba betérésem, vagy a katolikussá válásom igazából, ugye engem, én meg hogy le voltam spriccelve, tehát meg voltam keresztelve ilyen szinten, de az pedig megint csak feleségemnek, Julinak köszönhető. Ugye az ELTE-re jártam, ő egyébként ide járt gimnázium az akkori Jóskába, és én rengeteget vártam rá ott a korlátoknál. Akkoriban azt gondoltam, hogy nagyon jól néz ki, egy ilyen cselgáncsoztam, ugye, és egy ilyen kimustrált cselgáncsgatyát, hát én hipózótra akartam befesteni, ilyen rózsaszín lett az eredménye, tehát ilyen sajátos rózsaszín bőgatyában és szakadt pólókban vártam rá. És aztán, tehát ő vallásos családból jött, és neki nagyon komoly mély hite volt, és hát akkor ezen így mindig társalogtunk, nekem meg ilyen nagyképű kijelentéseim voltak, de nem nagyon olvastam Bibliát, de azért tudtam, hogy mi van benne, csak nem olvastam el, mert minek. És aztán az ELTE mellett ugye a belvárosi templomban volt Osztie Zoltán atya, most plébános, és akkoriban káplánként, és nagyon szerettem beülni az ő miséjére, mindig volt nagyon rövid kis beszéd, hétköznapi misén is, amikor az óráim későig elnyúltak, és azt mondtam, hogy na jó, ahhoz a paphoz hajlandó vagyok elmenni. És akkor elmentünk ahhoz a paphoz, aki most már elképzelhetetlen, hogy amikor elé álltunk fiatalon, 17, illetve 19 évesen, majdnem egy fél évig, heti vagy két heti rendszeressége, de csak mi kettőnkkel foglalkozott jegyes oktatásként, és ott nagyon-nagyon szépen, nagyon sok minden a helyére került, és akkor elkezdtem egy kicsit értelmesebben felfogni a dolgokat. Hát, bocsánat, megint hosszú lett. Van-e újabb kérdés? Megfogalmazódott-e bennetek? Nyugodtan, aki nem szeretné így személyesen feltenni, az küldheti online is, így tett Tamás is. Azt szeretném kérdezni, hogy János szerint van-e értelme az irodalom érettségének ilyen mélységekben, ilyen formában? Szerintem, írja Tamás, nem lehet így megszerettetni az irodalmat a diákokkal. Ebben teljesen egyet értek sajnos, bár ne értenek egyet. Hát nekem vannak mindenféle radikális elképzeléseim az irodalom oktatásról, amiket most így másfél órában kifejtenék dióhéjban. Ehelyett azt mondanám, egy kicsit kényszeresek vagyunk mi irodalomtörténészek, én is annak tanultam, egyetemen tanítottam ugye 17 évig, kényszeresek vagyunk, és attól tartunk, hogy hú, most még a gyereknek a kezébe kell nyomni a remek műveket, miután kimegy a dzsungelbe, meg és akkor a Volt Fesztiválon fekszik a hányásába, és onnan már nem érem el, meg nem tudom én, és akkor úristen, akkor a nesze neked Vörös Marti előszó, háború és béke, még mindig bírod, nesze neked Kafkával, kapsz te olyan, érted, bogárá változott a rohadék, tehát hogy valahogy sajnos tényleg így minden hú, amit mi fontosnak tartunk, az ráadásul az az irodalomtörténészi szakterminológiával szakszerűen az kerüljön oda a gyereknek. Igen. És,
És ez valóban nem arról szól, hogy az irodalom élmény lenne, és valóban nem arról szól, hogy több csatornás gondolkodás. A verszibárdok azt jelenti, hogy a zsarnoki önkény uralom fölött a művészet bűvereje győzedelmeskedek. De akkor miért nem ezt írta az a fogalmatlan Arany János, hanem hogy Edward király, angol király léptet fakula. Leírta volna, hogy mit kell gondolni, azt kész. Szóval ezek nem, tehát hogy, és hogy az több értelmezés, minél több értelmezésből jön ki, minél izgalmasabb dolog egy irodalmi mű kapcsán. Ezt sajnos nem eléggé tanuljuk. Persze kibicnek minden könnyű, tehát én így kívülről, hogy mondjam, könnyen ugatok, mert akkor írjam meg szépen a tankönyveket, én meg nem tudom én legyek én, a, nem tudom én az államtitkár, és nekem az állam nem titkár, úgyhogy... Na mindegy, szóval én mindenféle ilyen rendhagyó gondolatokkal igyekszem azért bombázni a közvéleményt, meg egyszer egy nem tankönyv című tankönyvet is szeretnék írni. Folyt köv. Ezt a sztorit muszáj vagyok elmesélni neked. Kettő offline-nal ezelőtt Kásler Miklós ült abban a székben, akkor még nem volt kormánytag. Most azt mondtad, hogy lennél államtitkár esetleg, vagy ajánlják neked. Ez a szék, ez szinte egyenes út kormányzati tagsághoz. Jézus! Kedves János, egy oldalról tényleg nagyon jó, amit mondtál, hogy Facebookon élő lehet ebben a világban az irodalom, írja az egyik hallgató. Viszont én azt tapasztaltam ebből sokszor, hogy mindenki, így egybe, ez zseniális, íróköltő műfordítónak érzi magát kicsit. Véleményed szerint hogy kerül felszínre ebben a kavalkádban a valódi érték, és érdemes-e írni egyáltalán, ha ma már mindenki ír? Hát igen, főleg Írországban mindenki ír, de nem... Szóval én egyfelől nagyon-nagyon hiszek abban, hogy szóval az írás az egy mentálhigiénés, egy lelki tevékenység, egy nagyon-nagyon fontos és izgalmas dolog. És aztán ettől, tehát én szerintem attól, hogy akár mindenki írna Magyarországon, senkinek semmi baja nem lenne. Más kérdés az, hogy amit írok, azt milyen szakmai mércén méretem, meg kinek tartom magam, és valóban nagyon sokszor, tudom, amatőr költészeti vagy irodalmi oldalról megkapja az ember, hogy mi vagyunk az igaziak, mert mi érthetően és a szívnek szólunk. Hát a legigazibb a Zámbó Jimmy, ugye? És már az aztán a szívnek szól. És itt vannak ezek a rohadék kortársak, még azt se tudja, érted, így a szavak így összefele, annak azt se tudja az ember, mi a értelme neki, hát az meg minek jó. Szóval, hogy ezt ne, tehát, hogy sajnos a szakmaias gondolkodás még az irodalmi berkeken belül is kevéssé van elterjedve, hogy van egyféle mérce. Gondoljunk bele, nincs irodalmi szakközépiskola, nincs irodalmi írásművészeti egyetem. Tehát, mert azt nem lehet megtanulni. Ja, akkor zárjuk be a zeneakadémiát, és zeneszerzéssel lehet megtanulni. Úgy kell születni. Kisfiú, kislány, költő, született költő, igen. És akkor azt külön rakjuk. Tehát, hogy ez egy igenis tanulható dolog, és amíg itt tart a tehát az oktatási szisztémája, hogy gyakorlatilag nem tanítjuk, addig nem lehet csodálkozni, hogy alacsony a presztízse. Ahol alacsony a presztízse, ott nyilván mindenki zseni jelölt, mert miből derül neki. Ez nem azt jelenti, hogy a profi költők között nincsenek rossz költők, gyenge költők, felibe harmadába költők. Vannak természetesen, hogy rossz focisták is vannak a profi ligában, de nem azok nincsenek. Igen, itt ült a Kásler, júj. Igen, tehát, hogy, szóval, hogy ez egy olyan dolog, amit érdemes tanulni, érdemes művelni, és az aztán, hogy most mennyire lesz valakiből profi, azt szerintem, hogyha örömét leli benne, akkor bizonyos értelemben másodlagos kérdés, illetve rá lehet állni aztán arra a szakmai útra, aminek a révén profivá lehet válni. És az, hogy sokan írnak, tehát hogy képzeljük el azt, hogy azt mondja egy futóedző, az a nagy baj, hogy ma már mindenki fut. Jobb lenne, ha leülnének, sör, chips, nézi a profikat. Így, na ez futás. Margit szigeten körbe-körbe, hülye vagy? Tehát, hogy valahogy az irodalommal kapcsolatban az egy ilyen exkluzív, az egy ilyen zárt klub, az egy ilyen... Nem, hát ez egy tök jó szabadidő tevékenység. Vagy ugyanígy a, nem tudom, hogy túl sokan zenélnek ma. Bezárjuk a zeneiskolánkon. Tehát, hogy vagy ez mindig az írással merül fel, hogy túl sok, meg Dunát lehet rekeszteni költőket. Hát rekesző, hát, édes Istenem, soha nagyobb baj ne legyen. Az, hogy persze ki mennyire akarja magát szakmailag képezni, és erre már azért sok fórum van, nem azért mondom, mert én is csinálok kreatív írást, de sokan mások is.
Tehát, hogy erre azért van mód. Én nem látom azt bajnak, hogyha, tehát nagyon nagy szeretettel biztatok mindenkit, hogy tényleg nyugodtan írjon, és aztán, hogyha meg akar mérettetni, annak ezer formája van. Fogalmazódott-e meg kérdés még bennetek? Akkor itt van egy, aminek nagyon szépen, nagyon szeretnék teret adni. Szó szerint fogom felolvasni, úgy, ahogy jött, semmit nem változtatok. Hali, 5 kedvenc regénye, köszi puszi. Csocsika. Hát igen. Ez a baj, mindig a sok-sok-sok, tehát ezekben a top X-ekben nem férek bele, de akkor úgy próbálok. Nagyon-nagyon szeretem Lev Tolsztojnak a Boldogság című regényét, ami félrevezető a címe, mert nem annyira a boldogságról szól, inkább annak a hiányáról, de az egy gyönyörű kis könyv, és azt már nem tudom, időnként el szoktam olvasni, most már egész régen olvastam, úgyhogy megint elfogom. Tehát az mindenképp. Húha. Hát mondjuk, akkor mondanám hát igen, sok van, az az igazság. Orhan Pamuknak akkor legyen a Hó című regénye, az egy gyönyörű, fantasztikus, kétkötetes nagy regény, de lehet a furcsaság a fejemben, szintén ő tőle, vagy nagyon szeretem Murakami Harukit, hát most tőle is mondjak egy ilyen monstrumot, nem mondok egy kevésbé monstrumot, a Kurbli Madár története például, vagy mondok akkor egy olyat, ami gyerekkori nagy kedvenc, a Laura Ingalls Wildernek a Kicsi háza nagy erdőben című könyve, ami egy egész egyszerűen egy kanadai erdőben élő családnak a története, de annyira szuggesztíven és szépen van megírva, hogy kicsi könyv létére nagyon, nagyon erős. Mit mondjak még? Hát, szóval mondok monstrumot azért, mert azokat is nagyon szeretem. Most hallgattam újra, mert ilyen hangos könyvben, de nagyon nagy hatással volt most is rám, közben a fát pakoltam, mert cserépkályhával fűtünk, és nagyon jó nyár volt, mert végighallgattam a Karamazovokat Dosztojevszkijtől, zseniális, és gyakorlatilag egy krimi, és irgalmatlan erővel van megírva. Ez nem tudom, hogy volt, ez 5 volt, nem talán? Szerintem meg volt. Meg volt az 5. Jó, de még tudnám folytatni. Megszavazzuk. Tudnám folytatni bőget. Ugye van ez a mondás, hogy Jézus 4 legkedvesebb tanítványa a következő 3, Péter és Tamás. Tehát így vagyunk mi a számokkal. Az utolsó kérdés csak ennyi fér bele, ez saját. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy te ítélheted oda jövőre a Nobel-díjat. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy kicsit részrehajló vagy, és magyar szerzőnek ítélheted oda csak ezt a Nobel-díjat, vagy neki szeretnéd. Saját magadat sajnos most nem mondhatod. Ki lenne a díjazott? Hát, és miért? Ez jó nehéz kérdés. Hát mondok egy olyan, ami lefordíthatatlan, én Fehér Bélának a trilógiájáért mindenképpen odaadnám, de ahhoz azért ember kell a talpán, aki le tudja fordítani. Ez egy 3 bivajerős regény, és körülbelül a török hódoltság korában játszódik, és elképesztően szórakoztató, leleményes, és közben hát nagyon brutálisan jó irodalom, úgyhogy mondjuk akkor legyen a Béláé a Nobel. Innen is gratulálunk neki ez. János, ebben nem avattalak be az est elején, ne haragudj érte, remélem, hogy nem fogsz. Hagyomány itt nálunk, hogy minden ilyen közös alkalmat egy imádsággal zárunk le, és felszoktuk kérni a vendégünket, hogy vezesse ő ezt az imádságot. Akkor legyen, aki nem katolikus, az mellőzi az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható Istenünk, nagyon köszönjük, hogy ennyien együtt lehetünk ebben a térben, ebben a teremben. Nagyon kérjük, hogy a Te lelked töltsön be bennünket, és fújdogáljon bennünk, és tartson bennünket az ő váratlan késztetéseinek a sodrásában, hogy ne dermedjünk bele az életünkbe, és ne éppen csak éljünk, hanem szívvel tudjunk élni, hanem lélekkel tudjunk élni, a te bőségedben, a te teremtő erődben tudjunk élni és létezni, és a te szemeddel tudjuk látni a világot, és az egyetemes szeretettel tudjuk látni az embertársainkat. Nem egy könnyű feladat, hogy a mindennapokban
ízig-vérig benne tudjunk lenni, és kiaknázzuk az összes pillanatunkat, és te benned, és te veled maradjunk mindvégig. Amen. Hölgyeim és uraim, a vendégünk Lackfi János volt.